Gondoltam, videó nem adattam, de ez így hangzásokban csak egy fölött. Viszont van itt egy pincelejáró, azt lehet érdemes lenne megnézni. Ez ameddig le tudok menni, ugye? Mert persze, hogy nem hoztam elemlámpát, hogy most milyen jól jönne. Addig megyek, ameddig látok, mert nincs mivel világítani. Jó sötét van ide lent. Ide lámpa kéne. Kis fény. Hát az, hogy ennyi. Megpróbáljak a vakút benyomni, hát ha. Sokkal többet így sem látunk. Na, itt viszont van némi fény. És csöpög a víz mindenfele. Itt átáztatta a födémet is szerintem. Na bassza. Igen, ez itt régen szerintem ilyen tárolók voltak, vagy ilyesmik. Nem csak a kamera nem lát semmit, hanem én sem nagyon. Jövőre itt ennyi. Majd ha legközelebb eljövök, akkor hozok zseblámpát. Most pedig menjünk vissza. Igen, hát itt semmit nem látunk. Tudod, ráadásul itt egy, de kibaszott nagy posolya. Úgyhogy... Menjünk csak szépen vissza, itt. Ennyi volt a pince része. Hát ennyi. Így, nézzük csak. Az így lámpa nélkül. De nem volt értelme tovább menni, úgy sem látok semmit. Majd legközelebb hozok zseblámpát, azt akkor majd talán megnézem, mert itt ennyiben. Nem hiszem, hogy túl sok értelme lenne lemenni. Nem hiszem, hogy bármi érdekeset találnék. De hát meglátjuk. Mindegy, hát átváltok a másik kamerát. Ennyi. Úgyhogy szerintem itt már mindent láttam, mindent megnéztem. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi elég, és el is tűnt innen már mindenki. Úgyhogy szerintem... Én sem volt tovább, és mintha az eső is alállt volna, úgyhogy szerintem most már mehetünk is. Ennyi. Úgyhogy ez lett volna itt a vásártelep. Sikerült fölmenni a legfelső szintre pont nem, de hát ameddig lehetett fölmentem. Itt ebben a csarnokban voltam korábban is. ...2107... ...2105...
ott ragasztottak már a plakátot is. Ezt megnézzük, hogy mi volt. Jön egy tehervonat megint. Ez valami komolyabb tehervonat lesz, amiben szintén nem maradtunk. Nézzék csak meg! Hát ha valamit még elcsípünk belőle. A Trainhangarisaurus. Ennyi? Gépmenetben egy. Ja, ezt a mozdonyt már láttam ma, most jön vissza. Valamit szerintem elvitt a bírbe és most hozza vissza. Illetve most gépmenetben visszajön szerintem. Akkor lehet, hogy még egy tehervonatot elvisz. Ezek a graffiti kutya voltak meg. Eddig. Többit meg majd odakint. Jó, ott még itt vannak. Hát ez... Ezeket rakoszkodták itt, aha. Mi ez? És itt egy csomó mindent el is hoztak. Mi ez? Na mindegy. Mindegy, húzzunk el innen. Itt van még egy cigis doboz, de ez biztos, hogy már újabb. Na, nézzük csak, mennyibe kerül. Hát valamit. Hova szokták, hanem, hogy valaki szírja meg, aki nézi a videót, hogy a cigis dobozokra az árat hova szokták írni. Legalább ez milyen, úgy? Értelem, milyen márkájú. Na, mindegy. Hát, ha nincs. Szórólapok. Jön még egy vonat. Szépen ki lettek ezek ide szóladva. Nagyjából ennyi, majd még szétnézek szerintem, hogyha odakint, meg itt megnézem a pincerészt. Szerintem amott is van egy. Mert ugye a pincér végén menni telemlámpa nélkül nem tudok. Na, fejtse meg, aki akarja. Én minden esetre ide be fogom vágni a videóba, aki akarja, megfejti. Én most ezzel nem foglalkozok. Ez nem is, mi a labirintus van ide fölrakva. Na, ezt megnézzük még. Hát ez meg micsoda. Kész labirintus. És ide vezetnek a nyomok. Akkor azt mondtam, most tették ide. Nem ez volt a Paternoster régebben? Ja nem, az biztos nem ez volt. Ahol lehet, hogy mindjárt jön vissza a Csavurusz. Nem baj, azt majd odakint megnézem. Az egyik bejárat. Másik, ott ki is lehetett menni. I am not Fruzsi, afraid to walk this world alone. Hát mi nem félünk itt egyedül mászkálni ezen a részen. Hoppa. És ez a lépcső ugyan hova visz? Az volt Zsák utca. Na mindegy, ezt megnézzük még. Itt sincs semmi.
Egyébként azt is hallottam, de szerintem ez még csak legyka, hogy ugye le fogják ezt az egészet bontani, és már bontási határozat is van, de azt nem hiszem, mert ha eddig nem volt sürgős, akkor miért most bontanák le? Másrészt meg mit akarnak ide a helyére tenni? Tehát addig úgyse fogják lebontani, ameddig ezt valaki meg nem veszi, és nincs valami terve ezzel a területtel. Úgyhogy meglátjuk, hát jaj, belülről már ezt az épületet láttam. Igen, még nem, ott van az átjáró. Ott jó magasban ott voltam én, úgyhogy... Még itt megnézem, hogy mögöttem mi újság van. Erre még nem jártam. És úgyhogy szerintem itt lesz valahol a... Ja, a pince lejárat az a másik irányban van, de... Mondom, most oda maximum benézek, csak megmutatom, hogy van, de... Majd legközelebb hozom zseblámpát, és akkor bemegyek. Egyébként igen, ott a vasútvonal ott van, itt legalább a közel vagyok hozzá. Ott, egy föl... Ó, na az vajon mi lehet ott? Figyeljetek ott a sínnél. Véd a kapu? Nem, mondjuk azt nem bizony, hogy véd a kapu, de mi lehet az? Na ezt majd így. Na nézzük, hogy az ott mi lehet. Véd a kapu. És itt van maga a csarnok, ez meg majd az épületnek a külső része. Úgyhogy pince lejáró az ott elő van, azt most meg fogom mutatni, de nem megyek le. Mert úgyse látnék semmit. Ugye zseblámpa nélkül nem érdemes. Viszont akkor egy alapig off, mert azt ott kicsit közelebbről megnézem. Ott a vágány fölött az izé, micsoda. Ez úgy néz ki, nem tudom, úgy néz ki, mint egy ilyen védatotifax. Na majd most innen. Innen tudok róla egy képet csinálni. Itt van a pince lejárat. Gyengébe kedvéért ki is van írva, el sem lehet téveszteni. És ott volt az a tűzlétről, amiről beszéltem, de egyrészt ugye, hát annak már leszették így az első három szintig menő részét, de legtetejére még azzal sem lehetne fölmenni. De itt a pince. Ugye hát világítás nélkül ennyire fussa. Itt viszont bármi lehet, meg bárki. Ja, mondjuk ez még itt ki lehet menni a belső udvarra szerintem. Oké, hát ez meg mi? Na vazze! Alakul a dolog. Ez micsoda? Ez egy jobb. Jus. Oké, meg vagyunk. Grafit. Ez itt nagyjából ennyi. Még egy tehervonat, amiről nem adok. Ez pedig a 150-esen megy. Ennyi. Ez a része.
egy-két eldobált festékszúró. Az van, de más nincs. Na, azt inkább ne. Ott már elég ingatag itt a... Tudom, túl sokat ölt, mert még aztán lehet, hogy van valami aknát takar. Biztos, hogy abba be kéne nekem menni. Ja, itt meg vissza lehet menni a fő bejárathoz. És ott megy a pince tovább. Hát jó, akkor azt már nem vállaljuk be. Ez már a földszint, innen már legalább nem lehet nagyot esni. És itt van a szintén a fő bejárat. Itt kezdtük, itt is fejezzük be. Okay. Hát akkor ez most így hirtelen, akkor itt most vége, itt most kimegyek. Hova tettem a lencsevédő kupakot, mindegy, majd meg lesz. Jó. Hát akkor, ennyi volt a vásártelep. Meg lett volna, hát ez volt a vásártelep bemutatása. És amit lehetett, azt végigjártam. Hát, már engedtett, jó kivéve a pincét, ugye? Nyilván majd, hogyha egyszer elebb lámpa is lesz nálam, meg gondolom, hogy érdemes, akkor majd visszajövök, és akkor az is meg lesz. Egyébként ugye, és akkor mutassam, itt van mögöttem. Hát akkor ez ennyi lett volna. Hát érdekes, hatalmas nagy épület. Nem használják semmire, hagyták ledohadni. Hello! Hát mások is járnak ide, nem csak én, mint látjátok. Ez a második emelet. Így, ez már csak ennyi. És úgy hallom, megint jön egy tehervonat. Talán még azt is sikerül elcsípni. Jó, és arrafelé is jönnek. El van azért, sokan járnak erre, úgy látszik. Úgyhogy akkor köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!